Lang hamarosan klubot válthat, Sallai Rolandért pedig hiába van kérő, nem eladó. Ez a dupla tízes 19. adása, tartsatok velünk! Kezdjük! Sallai Rolanddal eredetileg azért terveztünk foglalkozni, mert két gólt szerzett az Eintracht Frankfurt elleni felkészülési mérkőzésen, de közben megérkezett érte a Sevilla ajánlata. Így van, azt beszéltük, hogy Kettő gólt szerzett felkészülésen, az ősze is egészen pofásra sikeredett, úgyhogy beszéljünk egy kicsit róla. Na erre jött a, a keddi hír, miszerint a Sevilla hivatalos ajánlatot tett, ugye, Sallaiért, a Freiburg viszont közölte, hogy nem eladó, úgyhogy, úgyhogy nem vált klubot. Sőt, közben az a hír is megérkezett, hogy egy angol klub is bejelentkezett érte, ott nem történt hivatalos ajánlattétel viszont a Freiburg álláspontja tiszta, és én is azért azon az állásponton vagyok, és érdekel a te véleményed is, hogy nyáron talán jobb lehetőségei lesznek, hogyha jól szerepel az Európa bajnokságon. Mindenképpen azért is nagy löketet adhat neki, és úgy is, hogy a is során, során is remekel, de hát nyilván egy ilyen nagy tornán szereplés után nyitja a lehetőségeket előtte, szóval én értem a Frankfurtnak az álláspontját, meg télen amúgy is nehezebb klubot váltani Európában, szerintem. Abszolút, bár ugye Sevilla hivatalosan állt, tehát nem az a Sevilla, ami három-négy évvel ezelőtt volt, nincsen túl rózsás helyzetben nem Nem mondjuk klub. az Európa Liga győztes Sevilla. Így van, bár ugye folytathatták volna az Európa Ligában, aztán a B-ből is, is, kicsúsztak. De minden esetre ez már egy nagy klub, amelyik érdeklődött iránta, és tavaly nagyon nem így néztek ki a dolgok tavasszal, tehát kiszorult a csapatból, volt is egy-két édesapja részéről egy nyilatkozat, ami nem tetszett a vezetőedzőnek, aztán úgy tűnt, hogy ennyi volt a Freiburgi kaland, viszont visszatért, idén többször beszéltünk róla, hogy remek formában van, remek statisztikákat produkál, amit láthatnak is nézőink a képernyőn, és ez addig vitte a magyar válogatottban nyújtott remek teljesítmény mellett, hogy most már vannak kérői. Ugye nyáron az a helyzet, hogy akkor lesz egy év hátra a szerződéséből, és ugye ott lesz az EB is, úgyhogy jó eséllyel akkor már a Freiburg is szeretne belőle csúnya szóval mondva pénzt csinálni, és az az utolsó lehetőségük rá, hogy ezt megtegyék, ne ingyen veszítsék el, hogyha szeretne elmenni. Tehát nyáron ö, valószínűleg vagy hosszabbítani fog, vagy távozik, meglátjuk, hogy hova. Annyi még ehhez adalékként, hogy ugye a Freiburg álláspontja azért is lehet ez, hogy nem eladó Salai Roland, hiszen ő Ritsu Doan, japán válogatott játékos, ugye ott lesz az Ázsia kupán, és gyakorlatilag ő az, aki miatt még múlt tavasszal Sallai kikerült a csapatból, ő játszik jobb oldalon, vagy középen, tehát igazából pontosan azokon a posztokon, ahol a Sallai a legjobb, úgyhogy így, hogy ő nincs, így még nagyobb szükség van Rolira, úgyhogy egyáltalán nem meglepő, hogy most nem szeretné elveszíteni az egyik legjobb jár, a Freiburg, viszont váltsunk témát, és... Van, aki szintén... akinek szintén van a kérő ráadásul nála esély is van a klubváltásra, és ő nem más, mint Langádám, sőt, konkrétan szeretnek klubot váltani. Ugye Langádán most már jó ideje futballozik Cipruson, az Omonia és hát évekig alapembernek számított, ott sikereket ért el a klubbal, az egyik legfontosabb játékosa volt a csapatnak, viszont ebben az idényben kiszorult a szoros értelemben vett kezdő csapatból, és nem érte el az ezer játékpercet, bár az utóbbi két bajnok itt végigjátszotta, ez pumpál egy kicsit föl a számait, viszont az Európa bajnokság miatt váltani akar, beszélünk majd egy másik belső védőről, részben miatta, részben mondjuk Mocsi Attila miatt, részben mondjuk a válogatottal elég erősen szóba hozott Dárdai Márton miatt, egyszerűen lang, bármennyire is furcsa kimondani, lépéskényszerben van, hogyha szeretne kezdőként ott lenni az Európa-bajnokságon. Ugye ez legutóbb sem történt meg, akkor Botka Orbán és Szalai alkotta a 21-ben rendezett elvén a védelmünket, úgyhogy, úgyhogy szeretne váltani, és az információk szerint Törökországból jött érte ajánlat, van, akit felhívhatott, hogyha szeretném megtudni, hogy milyen. Meglátjuk, viszont van még egy átigazolás, ami viszont már hivatalos. Ugye a Kecskemét védője Szalai Gábor, magyar válogatott kerettak Szalai Gábor, Lozanban, Svájcban folytatja. Mit gondolsz, mennyivel nagyobb váltás ez, mennyire nagy a bajnokságok közötti különbség, amit könnyedén megugorhat. Azt azért tudni kell, hogy az NBA egy legúrlerősebb védője volt ebben az őszi szezonban, és az egyik legjobb sok csapatba bekerült. Szerintem a svájci bajnokság jó ugródeszka, vagy hogy Bolla Bende is láttuk, aki ugye Wolverham a Wolverhampton keresztül Svájcba került, hogy ott be lehet törni. Abszolút, és? igen. 23 éves, és ugye 600 000 eurót fizettek érte, hogyha minden igaz, ami azért nem egy kis összeg, és hát kikacsingatva Kecskemétre, Szuhadovszki Soma, Szalai Gábor, két nagyon jó játékossal lettek szegényebbek, viszont sok pénzzel lettek gazdagabbak. télen, ami azért úgy viszonylag szokatlan. És akkor két rövidebb topikunk van még ide, volt egy évsportolja a Gála. Igen, ahol tarolt a magyar labdarúgó válogatott, és azon belül is Szoboszlai Dominik. Ugyanis egyrészt az év hagyományos csapatsportágban lévő csapata a magyar labdarúgó válogatott lett, amely ugye veretlenül menetelte végig a 2023-as évet. Szoboszlai Dominik pedig az év férfi sportolója Magyarországon igen, nagy volt a verseny, ott volt a világbajnok vízilabdázó Zalánki Gergő, illetve ott volt a világbajnok úszó Kors viszont tarolt a futball, ami talán nem annyira meglepő, Szoboszlai Dominik ö, jelen volt a helyszínen, ami persze jól nézett ki ott az operaházban, egyébként ö, kényszerű okokból tudott ott lenni a helyszínen, hiszen sérült, így a Liverpool ö, most nem tud számítani a szolgálataira. Egyébként Klopp nyilatkozott Taiból ítélve ö, az első Premier League meccsem meccsen már ott lehet, most a Fulham ellen Liga Kupa meccsen még nem veszik számításba, Úgyhogy gratulálunk Szoboszlai Dominiknak. Illetve meg kell még említenünk a Jakob és akik tesókat, akik hát nem párban járnak, lehetne róla külön is beszélni, ugye legutóbb is pont együtt jöttek föl, de hát mindig úgy alkotnak valamit, hogy az, az egyszerre történik. Most Áron ismét ott volt a Barcelona első keretében, ugye a Királykupában, illetve Antal, most már kettő meccsen egymás után ott volt a Girona, keretében, és ö, nyilván Áron esetében messze van még az, hogy bemutatkozhasson mondjuk a Barca fejlő csapatában, viszont ö, Antal esetében egyre közelebb ö, van ahhoz, hogy mondjuk a Zsirona bedobja egy-egy meccse, és hát látjuk, hogy mit művel a játékosaiból, mit hoz ki a Zsirona, úgyhogy ez hatalmas ö, lépcsőfok lenne számára, szurkunk neki. Igen, hát igen, közül meg a Barszába kapusként betörni fiatalként írtó nehéz feladat. É, abszolút. Hát most is ugye terztégen sérülése azért kell ehhez. Igen. Ő, hogy kerettag lehessen. Ha ő visszatér, akkor, akkor meglátjuk. De akár egy kölcsönszerződés is szóba jöhet, ö, és egy Laliga csapatnál talán, ahol tudna fejlődni, ö, meglátjuk. <Szorítan> Az elmúlt héten nem kápráztattak el minket nagy meccsek, sem óriási játékos teljesítmények, úgyhogy most ezt a részt kihagynánk, és inkább arról beszéljünk, hogy mik voltak az elmúlt napok nagyobb átigazolásai, illetve mik előtt állunk. Így van, hát zajlik a téli transfer időszak, ami alapesetben azért mindig jóval csendesebb, mint a nyári, ez most is így van, viszont vannak egészen izgalmas ö, transferek, úgyhogy kezdjük is ö, Viktor Rokével, aki ugye már nyáron biztosá vált, hogy a Barcelona játékosra lesz, nem volt biztos azonban az, hogy mikor, ugye télen vagy esetleg csak nyáron 2024-ben, viszont már most be tudták regisztrálni nagy nehezen a katalánok, ezzel még mindig probléma volt Barcelonában, hogy a pénzügyi szabályok véget nehéz beregisztrálni egy-egy új érkezőt, viszont 40 millióért érkezett egy 18 esztendős csatár, úgyhogy sokat várnak tőle Barcelonában, és ha bár mindenki Endrikről beszél, aki ugye majd a Real Madridhoz csatlakozik, Viktor Roka is nagyon felkapott név a braziloknál. Az átleti gopárenesben szenzációs teljesítményt nyújtott, és már be is mutatkozott a barszában, volt egy kupameccse, ahol kezdett, illetve egy bajnokin bedobták csereként. Nehéz megmondani egyelőre, nyilván ennyiből, hogy mi lesz belőle. Az biztos, hogy nagyon gyors, nagyon jól cselez, és nagyon jól kerül helyzetbe. Előbb-utóbb nyilván Lewandowski pótlékának szánják, viszont térjünk rá egy német fiatalemberre, aki visszatér Londonba. Igen, Timo Wernerről beszélünk, aki hiába nyert Béált a Chelsea-nél, összességében megégett a klubnál, és ezután került az Erbil Leipzighez. Így van. És ott sem tudott ö, visszat, oda szintén visszatérve meghatározó játékos sem válni, és ott nem volt többnyire kezdő, most pedig a nemhez került. Igen, ö, érdekes pályafutás Werneré, mert, mert Lipsében ő nagyon felfutott, ő, ugye amikor béle BL elődöntőbe jutottak, és ö, nagyot meneteltek a Bundesliga-ba, akkor tényleg úgy tűnt, hogy ő a, egy következő német is támadó, ö, és aztán jött a Chelsea-be szerződés, ami persze jött egy, járt egy BL címmel, és egyébként, ha megkérdeznénk az utcán tíz embert, hogy hány gólt rúgott Timo Werner a chelsea akkor szerintem nagyon sokan 20 alatti számot mondanának, pedig egyébként 23-at, jó, nem, nem, olyan sok két év alatt, de, de volt a golyai, meg még több kihagyott helyzete, viszont visszatért Lipcsőbe, és és nem lett az, hogy megint meghatározó ember, hanem jöttek az új játékosok, a fiatalok, és Werner a padra szorult, idén is mindössze hat bajnokin lépett Igen, pályára. Igen, ez már nem ugyanaz a Császi volt. vagy a, Nem ugyanaz a Lipcse volt. Igen, egyértelműen. Úgyhogy, és hát jobb támadók is vannak most ott, akár csak Louis Sopentára, Xavi Simonsra, vagy Benjamin Seskóra gondolunk, mindet magasabban rangsoroljuk, legalábbis potenciált, mint Wernerét. Viszont hát nem egy érdekes közeg lesz neki, ugye nyilván nem a bal oldalra jön Son helyére, viszont Son is szokott csatárt játszani, tehát itt ott rotálhatják esetleg, játszott Werner itt is, ott is. Alap esetben azért ott van Richard ott van Kulusevski, ott van Son és Brennan Johnson. Én azt gondolom, hogy mind a négyen megelőzik a támadósor valamelyik posztján, úgyhogy lehet, hogy itt is csak egy rotációs ember lesz, hogy a kölcsönben jön, viszont vételi opció van nagyjából 19 millió euró környékén, ez még reális is lehet, és akkor még egy nevet hoztunk, aki viszont Angliából szerződik Németországba, és angol. Így van, Jadon Sancho-ról beszélünk, aki Dortmundban már, már Isten volt, és golpass rekordokat döntött, a Bundesliga csillaga volt, a Manchesterben úgy, mint sokan mások, ő sem tudott kibontakozni, és Erik Tenhággal is összeveszett. Így van, hát igen, nem meglepő azért a Manchester United kapcsán, hogy egy bukott transferről beszéljünk. Ugye ott volt említett Werner eset, Kai Havert sem vált be a annyira, mint azt gondolták, bár ő BL döntőben szerzett győztes és Sánchótól is sokan rettegtek, nem alaptalanul, de azért ez a United-ot is és valamilyen szinten beárazza, vagy megmutatja, hogy, hogy, mit kezdenek a játékosokkal. Száncsó többször tűnt motiválatlannak, az edzés munkájával is állítólag voltak problémák, pedig ugye angol játékos, ráadásul Manchesterből származik, de mégis Dortmundban volt eddigi pályája, rövid pályája csúcsán, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Ugye szeptemberben veszett össze Erik Tenhággal egy olyan eset kapcsán, ami, amit hát könnyebben meg lehetett volna oldani, a lényeg, hogy nem kért bocsánatot, a Manchester United pedig kölcsönben visszaadja őt a, a Dortmundnak vételi opcióval. Azt gondolom, hogy fog tudni segíteni egyébként a, a BVB-nek, meglátjuk majd, hogy, hogy visszanyeri a formát, még mindig csak 23 éves, úgyhogy... Itt még rengeteg dolgot tett. Így van. És akkor a hét pillanatának azt hoztuk, hogy Kevin De Bruyne visszatért a Manchester City-be. Ö, ugye az egész őszt kihagyta a belga klasszis igazából még nyár végén sérült meg és először úgy volt csak pár hét aztán végül több hónap lett belőle a lényeg a lényeg, hogy 33 játékperc alatt összehozott 46 érintést egy gólpaszt, egy lövést ö, és megnyerte azt az egy pár harcát, ami volt ö, látszott rajta az új helyen kívül amit persze ki kell emelni hogy, ö, hogy motivált és hogy elállna a veti bele magát majd a merész visszatérünk a Manchester City-re, szerintem félelmetes tavasz fognak produkálni. Az előttünk álló hét mérkőzésének a Manchester United és a Tottenham mérkőzését választottuk. A felek vasárnap 17 óra 30-kor csapnak össze magyar idő szerint, ami még érdekes, hogy James Madison visszatérhet a londoniak középpályájára. Így van, ez akár az egész meccset is meghatározhatja. Az ősz egyik legjobbja volt a PL-ben, meg az nyár legjobb igazolása talán, és miután kidőlt, azért eléggé beszakadt a Spurs formája, a zsinórban ötveresség, egy nullákkal nem igazán tudtak, vagy egy nullás vezetés után nem igazán tudtak helyzeteket kialakítani. Ha visszatér Medizon, akkor ez a Spurs ez megint szenzációs lehet, a Manchester united annyira nem rózsás a helyzet, ezt megszokhattuk, felemás -fele egyszerűen a formájuk. Van, hogy behúznak meccseket, akkor se jó játékkal, meg van, hogy simán kikapnak a Nottingham Forest-től, úgyhogy meglátjuk. Ott egyelőre elég nagy a csend, így érkezők terén a télen, ugye beszéltük múlt héten, hogy új tulajdonos jött, aki ugye Jimmy ratcliffe fék teljes beleszólást kaptak a, a vezetőségi dolgokba, átigazolások terén is, lehet, hogy itt csak nyáron lesz változás. Ettől függetlenül a meccs maga jó lesz, valószínűleg a Spurs irányít majd, a United pedig megpróbál kontrázni, aztán aztán meglátjuk, hogy mi lesz, viszont lesz emeljünk ki több meccset is, hiszen lesz egy magyaros rangadó a Bundesliga-ban. Igen, a Freiburg, Salai Rolanddal összecsap az Union Berlinnel, nel ugye Schäfer András szerepel majd. Ezen kívül lesz a héten még Newcastle, Manchester City, Athletic Bilbao, Real Sociedad és AC Milan-AS Róma összecsapás is. Igen, ha mindegyiket kellene egy szóval vagy egy kifejezéssel jellemezni, a Freiburg meccs az egyértelműen magyaros rangadó lesz nekünk, a Newcastle-Manchester City-re a tempó a legjobb szó, a Bilbao Szoszidádra egyértelműen a derbi, a baszk rangadó, a Milán Rómára meg inkább hagyjuk, úgyhogy igen, az nem biztos, hogy a legérdekesebb lesz, de az olasz szoszi szerelmesei megtalálják benne a szépet, úgyhogy meglátjuk. Újabb sorolt felkvízzel jelentkezem, és mint azt már korábban elmondtuk, így az EB-hez közeledve egyre több válogatott tartalmat hozunk, úgyhogy ezúttal is egy magyar válogatott játékosokhoz kapcsolódó talált ki játékkal készültem. Melyik öt magyar válogatott játékosért fizettek a legtöbbet karrierjük során? Ezt úgy ért, hogy minden játékosnak az összeadott transfer értékére vagyok kíváncsi, Uh, egész karrierje során, ha összeadogatjuk, akkor mennyit fizettek érte? Segítek? valószínűleg Krisztián nincs benne, annak oh. ellenére, hogy sok klubot váltott. És Bajner Bálint sem. Várom a neveket, ő sem. Ő sem. Mondjuk ő csak utánpótlás válogatott. Jó, hát uh, Zsuzsák Balázs. Zsuzsák Balázs a második, 40 millió Előtte euróval. Előtte Szoboszlai Dominik. Így van, ő 106 millió euró, egy kicsit Igen. nagy a lemaradás mögött. Igen. Aztán Szalai Ádám. Szalé Ádám az ötödik, 15 millió euróval, ez Húva. főleg két transferből áll, egy tevődik össze, és még sok kisebb. Jó, Gerazoltán. Gerazoltán nincs, nincs benne ebben. Újabbakat kéne mondanom, nem? Úgy. Igen, két jelenleg is aktív magyar válogatott játékos van a harmadik és a negyedik helyen. Salai. Ö, nem, Salai nincs ott. Egy, no, két védőről két beszélünk. Védő. Így van. Az egyik nagyon fiatal, a másik sem túl idős. Jó, Kerkez? Így van, Kerkez, most a harmadik két transferrel igazából ott van, 19 millió euróval. És sem annyira idős Vili Orbánért fizettek annak, a Nem, csak nem ő annyi... nincs benne, igen. 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 Um, jó, hát lehet még itt lövöldözni védő nevekkel, hogy Szalai Attila, Attila. Az, így van, 16,5 millió euróval, ugye ez is két transferből Aha. tevődik össze, úgyhogy ez a top 5 nézzük a, a tiédet. Jó, én pedig ö, egy top 5-ös kvízt hoztam, szintén sorolt fel, vagy, most, sőt, várjál csak, hasonló logika, de top 6-os Aha. Csavarok egyet rajta. Jó, jó, Ugyanis, jó, nézzük. Hát így jön ki a végeredménye. A lényeg az, hogy sorolt fel a hat legtöbb volt szerző játékost a Ferencváros csoportkörös szerepléseiből 2019 óta. Tehát ugye azóta, 2019 őszén jutott be a, ebben a sorozatban először a Fradi az Európa Ligában uh -huh. csoportkörbe. És azóta ki az a hat játékos, aki a legtöbb volt szerezte? Hát ez borzasztóan nehéz lesz, de kezdek Zakariás szennel. Igen, ráadásul ő a legtöbbet. Ő, ő szeret, a legtöbb, ő gólt ő szerzett. Neki mondta a legtöbb emlékezetes gólja is, de ezek a legtöbb is Tokmak. Tokmak, igen. Ő holt versenyben második, három gólya van. Jó, tehát azért nem olyan nagyon sok gólos játékosokat kell keresni. Adam Atraori? Nincs köztük. Nincs köztük Adam Atraori. Oké. Okay, van még két játékos, aki szintén három gólt szerzett. Abban segíts, hogy van-e még magyar köztük? Van. Ö, viszont ő már kevesebb játék, vagy kevesebb gólt szerzett. Uh -huh. Jó, Botka Endre esetleg? Nincsen. Nincsen benne. Oké. Okay. Dibux, meg sem próbálom. Nem is értelek. <laughs> Persze. Igen. Nehéz. Próbál az ember. Varga Barnabás nevét bedobom. Igen, Igen. ő két gólt szerzett. Két gólt szerzett. Jó. Van Eltaláltad, van egy, egy öt gólosunk, van három-három gólosunk, és kettő-két gólosunk. Uh -huh. Na most ebből megvan az öt gólos, megvan egy darab három gólos, és megvan egy darab két gólos. Gondolhatsz olyan csatára is, aki a, aki már nem, jár, nem játszik a Fradiban, de az elmúlt én nincs köztük, képzel. Az, az meglep, főleg úgy, hogy azért... Csak egy gól szerzett. Ő volt a Fradi kezdő csatára. Húha! Uh, lehet, hogy feladom. Hallgatlak. J -j Jó, szóval öt gólos Christopher Zakariasen, Igen. három gólos Alexander Pesic. Ó, oh, én gondolkoztam Pesic yeah. de mondom, Aztán csak nem. Áll, kemény. Igen. Uh, Tok Tokmak Igen, ezt mondtam. Szintén és, a, és a harmadik három gólos Mirto Uzuni. Uzuni. Na, ez fáj. Igen. Pesic is fáj, mert már a nyelvenhegyén volt. Nekem a Magyarország elleni fáj. <gül> igen. <gül> igen, igen. Igen, és akkor egyértelmű... aki még két, két gúlós, az Varga más és Frank Boli. Boli. Boli ah. bizony. Aha. Na hát ők. Jó. Igen, mondhattam volna, Boli így hirtelen nem is jutott eszembe, pedig azért voltak eléggé jó évei a Fradiban, viszont igen, 20-25 mondhattam volna. Menjünk tovább. zárjuk az adást szokásos módon a merész típjeinkkel. Ismét az adáshoz kapcsolódva hoztam egy gondolatot. Salai Roland, hogyha marad, már pedig úgy tűnik, hogy marad a Freiburgban, akkor megtriplázza idei góljai számát a Bundesliga-ban, Vagyis a jelenlegi kettő mellé szerez még négyet tavasszal. Ez abszolút merész, persze, mert eddig kettő szerzett, de szerintem ez abszolút Nem. teljesíthető. Egyébként én még Pont a, a legelső adások egyikén hoztam azt, hogy ez egy 10 plusz gólos idény lesz Sallai Rolandtól. Ez most úgy tűnik, hogy nem fog összejönni, de, de a jó játékot, amit akkor gondoltam, azt hozza. Én pedig azt mondom, hogy a Manchester City a PL idény első felében 17 pontot bukott, ugye ők pont 19 meccset játszottak eddig. A következő 19 fordulóban legfeljebb 8-at fog, azt is el tudom képzelni, hogy veretlenek lesznek innentől. Visszatér De Bruyne, visszatér majd szépen lassan Hollanda sérüléséből. Rodri nem valószínű, hogy négy meccsre el lesz tiltva, mint ugye ősszel volt. Összeáll megint az a középpálya, ami eddig volt, és hát Guardiola egyébként is jellemző, hogy tavaszra teszi össze igazából a csapatát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hiába a gyengébb teljesítmény, a City ugyanúgy dominálni fog tavasszal, mint tette azt az elmúlt években. Az pedig lehet, hogy még a 8 ponttal is sokat mondtam. Úgyhogy köszönjük szépen kedves hallgatóink figyelmét. Az előző héten sajnos nem tudtunk videós tartalommal jelentkezni, volt egy kis meghibásodásunk. Ezt viszont most kiköszöböltjük, úgyhogy iratkozzatok föl, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! A 20. adásban találkozunk majd. Sziasztok!